Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Fejérvár Televízió minden kedves nézőjét. Családőrzők című műsorunkkal jelentkezünk ismét. Köszöntöm a stúdióban vendégeinket, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Köszönöm, hogy itt vagy. Szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt van velünk Koszi Janka, énekes előadó művész kócs, akit nem csak sok szeretettel köszöntök, hanem legújabb dalához gratulálni is szeretnék, de ez egy más téma, de majd beszélünk erről is, hiszen nagyon jól sikerült. Köszönöm, hogy te is itt vagy. Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit. És a következő bemutatásnál egy kicsit meg kell állnom, mert hogy majdhogy nem könnyezek örömömbe, hogy itt van velünk Tornyai Gábor atya, hiszen a városban nagyon sokan tudják, hogy a műsorok ugye felvételről készülnek, és amikor ez a felvétel készült, akkor azt mondhatom el, hogy csak pár napja jött ki a kórházból. Első hallatra ez nem is lenne kunc, hiszen Gábor atya rendszeresen megfordul a kórházakba, segít a betegeknek, a lelki támaszt nyújt, vagy esetleg ott van a haldoklók mellett, de ezúttal saját egészségügyi problémája miatt volt kórházban. 3 hétig, ha jól tudom, köszöntelek szeretettel, Gábor atya. Én is köszöntelek, és köszöntöm a kedves nézőket. Igen, tulajdonképpen 1 hét volt az, ami a kórházi kezelés, és akkor volt még egy ilyen 2-2,5 hét ilyen rehabilitációs kezelés, az már a lazítós része. Mivel egy város izgult, érted, akkor most itt a lehetőség, hogy meséld el, hogy mi történt valójában. Ott kezdeném talán, hogy egy jó ideje volt nekem már ilyen nehéz légzésem, meg ilyen mellkastályi szorításom, és aztán egy kardiológus barátom, nagyon kedves ismerősömet kértem meg, hogy nézzen rám, és a húsvét utáni héten voltam bent egy szívultrahangon, és aztán rögtön benn is kellett maradnom a kórházban, mert hogy ő szívizom gyengeséget állapított meg nálam, és azt mondta, hogy hát akkor nem is mozdulhatok sehova. És akkor onnantól kaptam vízhajtót, meg vérnyomáscsökkentőt, meg a pulzusomat állították be, most tulajdonképpen megkönnyebbültem nagyjából olyan 7 kilóval, és hát most úgy be van állítva a vérnyomásom, pulzusom, és hát az a remény, hogy ezzel, mivel megkönnyebbült a szívem ezektől a terheléstől, a víztől, így most visszaerősödik majd az izomzat, és akkor újra normálisan kezdek majd működni. Tehát ez meg igazából most az, hogy megkönnyebbültem, ez azt is jelenti, hogy kapok rendesen levegőt, tudok rendesen mocorogni, a fáradtság az, ami van, és akkor nagyjából most egyelőre ilyen 1,5-2 órára vagyok belőve, azután mindig le kell egy picit feküdnöm. De hát aztán csinálom tovább, amiket tehet, meg amiket még most tudok, és persze mindenki figyelmeztet, hogy atya, ne siess, meg kicsit állj le, meg most változtatni kell, meg másképpen gondolkod, meg kicsit lassabban. Hát ez az én feladatom, hogy megtaláljam most így a magam számára azt, hogy hol is lehet másképpen megélni mondjuk ezt az életállapotot. Úgyhogy most így vagyok, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki aggódott, értem, meg sokan imádkoztak, gondoltak rám, kérdezték tőletek is, kaptam sorba üzeneteket, úgyhogy nektek is nagyon köszönöm, hogy gondoltatok rám. Hogy élted meg, mikor megtudtad, hogy 28%-a működött a szívednek? Igen, igen. Igazából ezt én nem tudatosítottam, tehát nem éreztem azt, hogy ez... Nem ijedtél meg? Nem, ettől akkor még nem. Aztán volt egy beszélgetés, meg egy nagyon érdekes élményem volt így papként, és ezt így talán el tudom így mesélni, hogy mondjuk mondták, hogy ha nem veszem komolyan, akkor esetleg van egy pár évem, ha komolyan veszem, akkor ennél azért jóval nagyobbak az esélyi, meg vissza, akkor még nem tudtuk, hogy tulajdonképpen mi okozta ezt a problémát. De ami nekem érdekes élmény volt, az amikor a Topi barátom, a Tóth Tamás barátom bejött hozzám a kórházba, és akkor... Hát ugye papként még soha nem vettem fel a betegek szentségét, hiszen még fiatal vagyok, hiszen még nem volt ilyen nagy betegségem, és akkor ő kérdezte, hogy szeretném-e fölvenni, és akkor mondtam, hogy igen. És hát az, ami nagyon akkor érintett talán leginkább meg, amikor kérdezte, hogy hát miért is akarom én ezt a szentséget fölvenni, és hát először egy ilyen zsigerből hivatalos válaszként jött, hogy hát azért, mert hogy szeretnék meggyógyulni, meg hogy a Jóisten erősítsen meg, és akkor kérdezte, hogy jó, oké, de te miért akarod felvenni? Neked miért fontos? Akkor mondtam ki, és talán azt hiszem az volt az első ilyen megérintődés, amikor azt mondtam, hogy félek a haláltól. És hogy az volt az a pillanat, amikor ugye ez az egész történet úgy igazán megérintett, amikor ezt kimondtam. És ugye magam előtt is ezt valahol így föl kellett vállalni, vagy tudatosítanom kellett, hogy ez ott benne van eléggé a pakliban.
És ugye ezzel a halállal, a saját halandóságommal való szembenézés, ez egy jó kis története volt ennek az útnak. Én azt gondolom, vagy úgy érzem, hogy talán amikor benne voltam, kevésbé gondolkodtam el rajta, hanem ugye, hogy haladok előre, meg dolgozódik föl bennem ez a történet, így tudatosul bennem talán ez az egész. Hogy kérdezem meg a hölgyek véleményét itt erről a pillanatról, amit most elmesélt Gábor atya, hogy tisztába lett vele egy pillanat alatt, hogy miről is van szó valójában, és ki mondta, és milyen hatással volt rá. Ennek van valami lélektani háttere vagy következménye? Természetesen, hát hogyne. A szavaknak a mágikus ereje az mindenkire hat. Különösen akkor, amikor egy tudatosodási szinten megyünk keresztül, és tudatos szintre emelünk valamit, ami egyébként bennünk munkált ez idáig is. És szerintem te azt élted ott át, mert eddig is benned volt ez, csak amikor kimondod, kimondva már vállalom, meg azonosulni tudok ezzel a dologgal, és akkor döbbenek rá, hogy úristen, mit beszélek én a számmal, és akkor utána indul el egy olyan lelki folyamat, egy olyan lelki munka, amivel bizony mindannyiunknak dolgozni kell, halandóak vagyunk mindannyian. Nekem személyes élményem, anélkül, hogy a sót el szeretném lopni, ugye nekem volt egy TM, és akkor én készerültem ilyen pihenőre, és hát akkor ugyanezeket végig gondolja az ember gyereke, hogy akkor most merre van az előre, és akkor hogyan tovább, és akkor mi az, amit én vállalok, a teljes életmódváltás, stb. Azt gondolom, hogy ez egy sokunknak ismerős már. Ez az egyik része a dolognak, a másik része. A másik része a dolognak az, hogy az én egyik barátom, amikor 31 néhány évesek voltunk, nagyon komolyan beteg lett, és el is temettük aztán őt később. És emlékszem a temetésére, hogy én a temetése alkalmával éltem meg a saját halandóságomat először. Akkor én még egészséges voltam teljesen, de hát ő is egy életteli ember volt. Hatalmas nagy darab férfi, nagyon szép orgánummal és egy nagyon klassz családdal, és egyszer csak így hazahívták, és akkor onnantól kezdve neki máshol kell tovább szolgálnia. És én ott olyan nagyon megéltem a saját halandóságomat, hogy akkor szembesültem vele, hogy én is meg fogok halni. És aztán ugye, ahogy mennek az évek, és egyre több barátunk, ismerősünk, rokonunk van már odaállt, egyre közelebb és egyre természetesebben fogadjuk a mások halálát. De a magunké, az nagyon komoly kihívás mindenkinek. Én ezt gondolom erről. De szerencsére itt most gyógyulásról fogunk beszélni. Nem szeretném persze semmiképpen sem megfordítani ezt a dolgot, hiszen itt mosolyog velünk. Igen. Igen. Szerintem lassan-lassan jobban néz ki, mint valaha. Mert azért ez a 6-7 kiló jól esett neked, azt már nem kell tovább cipelni. Mindenképpen jó dolog. Hiúságomnak tényleg jó. Tehát ha már az életről van szó, hogy így belenézni a tükörbe, hogy te férfiként egyébként sem probléma, tudod, ez amit szoktam mondani viccként, hogy mi a különbség a nő meg a férfi belenézett tükörbe véletlenül. Tehát a nő az, hogy úristen, hogy nézek ki, kozmetikus fodrász, mindenki jöjjön, mert rendbe kell tenni engem, és akkor a férfiben is azt mondja, Ez mindjárt erőt ad, ugye? Nos, ha már családőrzők vagyunk, akkor egy kicsit egybe az esetbe hagy hozzam bele a családot is, hiszen minden családban előfordul, hogy valaki beteg lesz, az is előfordul, hogy súlyosabban beteg lesz, és akkor a család többféleképpen reagálhat. Nem tudom, hogy mi a jó reakció, mert én magamat ismerve, hát nyilván pánikolok rögtön, és azért azt meg tudom, hogy ha a beteg mellett vagyok, ezt a pánikot nem tolhatom rá, tehát ott ilyen kényszer mosolyok vannak, hogy minden rendben lesz, meglátod. Tulajdonképpen... És a hangot sem is vitted egy kicsit magasabbra, hogy mindenki elhiggye. Igen, tehát érdekes lehet az, hogy kell hozzáállni jól egy beteghez a családban. Én azt gondolom, hogy először is érdemes megkérdezni attól az embertől, aki beteg, hogy ő mit szeretne, és hogy tehát mit gondol arról, hogy ő neki mi lenne a segítség, vagy akarja, hogy segítsen neki bárki. Ő hogy érezné magát jól, inkább egyedül akar ezzel megküzdeni, vagy hogyan tudjuk őt támogatni úgy, ahogy neki jó, mivel ez az ő élete, tehát hogy ezt nagyon sokszor ugye elfelejtjük akkor is, amikor mondjuk nagyobb betegségről van szó, és tényleg hosszabb időre kórházba kényszerül valaki, akkor hajlamosak az orvosok is a feje felett döntéseket hozni, ahelyett, hogy őt is bevonnák abba, hogy,
hogy mi az, ami következő lépés lehet. Tehát, hogy én ezt egy nagyon fontos lépésnek tartom a család részéről is, hogy kérdezzük meg azt, aki beteg, hogy ő hogy vélekedik az ő sorsáról. És merjük elhinni, hogy úgy is gondolja. Igen, te mert hogy azért, igen, az, mert hogy az egy dolog, hogy én elképzelem. Tehát csak azt akarom mondani, mert egy picit ezt én így át is éltem. A lehető legjobb szándékot, tehát nagyon hálás vagyok mindenkinek, csak azért egy párszor megélhettem most ezzel az időszak alatt azt, hogy a mások azt gondolják, hogy nekem az a jó, hogyha ő azt teszi, ami szerinte nekem jót fog tenni. És akkor én ott úgy beszorultam abba, hogy de hát tudom, hogy szeretetből csinálja a másik, és látogat meg beront hozzá, meg fújatja, meg aggódik értem, és én már nem mondhattam azt, hogy gyere már, mert most már... Kell a tér a betegség ideje alatt is egyébként, tehát hogy nagyon nagy szüksége van az embereknek a térre, hogy egyáltalán kitalálja, amiről az előbb beszéltünk, hogy önvizsgálatot tartson, hogy most miért is vagyok ebben a helyzetben, mit üzen nekem ez a helyzet, hogyan tudnék ebből kikecmeregni, és ahhoz egyszerűen kell gondolkodási idő, meg idő, attól függ, hogy miről van szó. Hát meg, hogy hogyan jutottam ebbe a helyzetbe, mit tettem azért, hogy én most itt vagyok, és ezt kell átélnem, mit tudok belőle tanulni, hogyan tudok tovább lépni. Ehhez tényleg az kell, hogy magammal legyek. Tehát az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy szembenézzek azzal, amit most én kialakítottam itt az én életemben. Oké, most idáig eljutottunk, vonjuk le a következtetéseket, és aztán csináljunk egy tervet, hogy hogyan tovább. De eközben az kell, hogy érezzük azt a fajta bizalmat, azt a fajta szeretetet, azt a fajta együttérzést, ami az együttérzés a szó klasszikus értelmében, és azt, hogy csak annyit és akkor adják nekünk, amikor az nekünk jó, hogyha mi vagyunk a betegek, ha meg mi vagyunk a segítők, akkor erre maximálisan legyünk figyelemben. Nyilván ez akkor tud működni, hogyha a beteg olyan beteg, hogy ezt tudja is kommunikálni, vagy tud is ezzel mit kezdeni, mert hogy biztos, igen, hogy ezért sokaknak, tehát az sokat jelent, hogy ritkán tud bemenni hozzá tartozó, és akkor ott van, és fogja a kezét, és már nem tudnak beszélgetni. Tehát, hogy azért nem azt akarom ezzel mondani, hogy ne menjünk be a beteghez, csak valahol ezt a... És nagyon biztos, hogy nagyon nehéz, főleg amit mondtál te is, hogy te ilyen pánikolós, aggódós típus vagy, és hogy ott van valaki, akit szeretsz, és hogy úristen, valahogy meg kell mentenem, hogy segítenem kell rajta, valamit kell tennem érte, és ha nem csinálok semmit, akkor meg feszít belülről, hogy de hát nem csinálok semmit, akkor hogy fogom én őt megmenteni, és a saját, picit így a saját lelkemet is... Magamat mentem. Igen, nyugtatom, szívemet nyugtatom. Szóval, hogy biztos, hogy ez egy nagyon nehéz műfaj, hogy azt a jó egyensúlyt megtalálni, hogy mindenkinek jó legyen. Tényleg érdemes. Én azt gondolom, hogy azért érdemes megkérdezni attól, aki benn van a kórházban, hogy ő neki mennyire van igénye, mit bír elviselni. És hát az arányokat meg kell találni, hiszen ott van a szeretet ereje is, ami azért ugyanúgy fontos, mint ha hagyjuk is, hogy egyedül feldolgozza. És nyilván más, hogyha valakinek csak egy-két hozzátartozója van, és ők időnként bemennek, mint hogha valakinek sok barátja, sok ismerőse van, és akkor mindenki aggódik, és csak egy picit aggódik mindenki, és akkor ez a pici az. Ez az aggódás nekem egy nagyon furi megközelítés. Természetesen, hogyha beteg van a családomban, a közelemben, a szeretteim, munkatársaim körében, akkor mindenkibe felmerül az, hogy remélem jobban lesz, és remélem hamarosan túl lesz ezen az egészen. De azt egy nagyon fontos dolognak tartom, hogyha egy embert az aggódás vesz körül, akkor az aggódás energiája fogja beborítani. Mm. Tehát addig, amíg én őt egészségesnek, és újra életvidámnak, és élettel telinek látom, és ezért imádkozok, addig teszek érte a legtöbbet. Ha aggódok, akkor szerintem az a legkevésbé jó a betegnek. Különösen akkor, hogyha ezt 50-en, 100-an, 200-an, 2000-en csinálják. Mert azért annak az energiája az jelen van. Az ima, a hálaadás, az megint egyfajta energia. Tehát, hogy azért ezt nagyon jó lenne, hogyha ezt egy kicsit helyre tennénk, hogy nekem hogyan közelítsünk. A szeretetnyelv, az öt szeretetnyelv jutott eszembe, mert ez is mindenkinél más. Tehát például, hogyha a szüleimre gondolok, édesapám esetében tudom, hogy amikor olyan nagyon beteg volt, én belül bárhogy aggódhattam, neki viccelődni kellett. Neki másról kellett beszélni, vicceket kellett mondani, és mindig meg kellett nevettetni, erre ő vevő volt, és akkor egy kicsit elfelejtette a dolgokat. Édesanyám meg szerette, hogy beszélje ki magából a betegségét, meg a rossz érzését, tehát ő arról szeretett beszélgetni. Tehát ismernünk is kell
a hozzánk tartozókat és a betegeket ahhoz, hogy tudjuk, hogy közelítsük meg. Abszolút. Azt gondolom, hogy a másik, ami még a mi szempontunkból fontos, tehát aki látogatóba megy, hogy én mit kezdek a betegséggel, tehát hogy amit én tudok mondjuk a betegről, és hogy én bennem ez hogy dolgozódott föl, mert úgy nyilván úgy fogok odalépni a beteghez, vagy úgy fogom őt megkeresni, mert azt tudom róla, hogy halálos beteg, és nem tudom, bármikor meghalhat, akkor azt nekem is fel kell dolgozni, és az meg az én, hogy ez a saját belső gyászutamnak az első lépése, hogy hogyan tudok vele találkozni úgy, hogy közben tudom, hogy el fogom őt feszíteni, míg mondjuk, ha valakinek, most mondok valamit, a kis ujját műtötték, és egy egynapos műtétre benn van a kórházban, azért is aggódok, de azért mégiscsak az más történet, vagy máshogyan tudok hozzá viszonyulni én is. Tehát hogy az én oldalamra is azt hiszem egy fontos dolog, hogy hogyan kezelem azt, ami a másikkal van. Hogy hova jutok el, mikor nyugszom meg, hogy mikor tudok odalépni hozzá. Ez bizony hatalmas teher. Aggódó szívvel biceket mesélni a beteg ágya mellett. Tehát azért az tényleg egy nagyon nehéz feladat, hogy miközben az ember mást érez, de én úgy érzem, hogy ha közeli hozzátartozók, akkor ő azt pontosan tudta, hogy én mit érzek, amiközben nevetgéltünk. Igen, ez csak biztos. A beteg szempontjából nem az a fontos, hogy te mit érzel, egy bizonyos állapotban. Tehát van olyan állapotban a beteg, amikor még a hozzátartozóiért aggódik, de amikor ő valóban bajban van, akkor ott azért előtérbe fog kerülni az én hogy vagyok. És akkor, hogy te ezt most hogy viseled, akkor azt kevésbé fogom most éppen szempontként vagy a szem előtt kezelni. Aztán van, amikor olyan a betegség, hogy igen, egy aggódó anyát, hogyha meglátogat a lánya vagy a fia, akkor hiába beteg az anya, ő biztos, hogy ott is anyaként fog funkcionálni. Tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes, hogy az emberi kapcsolatok hogyan ágyazódnak bele egy ilyen helyzetbe. És hát, ha a gyerekekről van szó, akkor meg még inkább fontos, hogy ne tudjuk mutatni, vagy ne mutassuk az aggodalmunkat, mert a gyereknek meg aztán végképp nincs erre szüksége, ha beteg. Az egy nagyon érdekes dolog. Ugyanis a gyerekekkel pontosan ugyanúgy őszintén kell bánni, mint a felnőttekkel, csak az ő szavaik szintjén úgy kell kommunikálnia, hogy ő ezt érti. Úgy tehát is megérzi, ha nem. Mindent megérez, és pontosan tudja, hogy te most hazudsz és szerepet játszol, és onnantól kezdve irritálni fogja, és rosszabbul érzi magát a helyzettől. Mm. Tehát igenis kimutatom azt, hogy én aggódok érted, és igenis kimutatom azt, hogy fontos vagy nekem, és igenis kimutatom azt, hogy én most itt szeretnék érted tenni valamit, és hogyha meg tudod mondani, hogy mit tehetek érted, akkor ami rajtam múlik, azt én mindent meg fogok tenni, de ez nem azt jelenti, hogy én most ott elkezdem magamat mórikálni. Nekem az teszem, amikor a kisfiamat operálták, vakbél műtétje volt neki, és akkor én természetesen mentem, és vittem neki, és ott voltam, és meséltem, és rajzoltunk, és báboztunk, és énekeltünk, és nem tudom én. Ő az élete legnagyobb kalandjának élte meg annak idején azt, hogy ő egy hétig kórházban volt vakbél műtétje, mert csupa buli volt az egész. Mert tehát, folyton vele foglalkoztál. Hát igen, egy három közül ugye csak ő vele foglalkoztam akkor, meg mindenki más is ő vele foglalkozott a baráti társaságomból, meg a környezetében. De hogy értitek, hogy a gyerek az pontosan tudja, hogy minden rendben van. Tehát, hogyha én ott vagyok, és tele vagyok aggodalommal, mert én olyan híreket kaptam az orvostól, vagy olyan félelmeim vannak, akkor ezt fogom ráborítani a gyerekre, mindegy, hogy mit mondok, mindegy, hogy mit csinálok, mindegy, hogy nézek, és hogyan mosolygok. Hogyha én tele vagyok bizakodással, és tele vagyok hálával és örömmel, hogy megmentették az életét egy ilyen műtéttel, vagy bármilyen módon, akkor ezt fogom kisugározni, és ezt fog a gyerekből visszatükröződni. És abba viszont szívesen fürdik a gyerek. Mert akkor ott van a bizalom, a jövőbe vetett hit. És hát ugye Gábor atya esetében is, és oly sokszor fordul elő kisebb problémák után, és ez a családban életmódváltás következik. Ami nehéz még akkor is, hogyha az ember komolyan veszi a saját betegségét, és tudja, és tisztában van vele, hogy változtatni kell az életmódján, akkor is saját magának is nehéz. Hát ha egy nagy családról beszélünk, ahol van 3-4-5 gyerek, vagy akár csak két gyerek is, meg még a másik házastárs. Hát ez is egy feladat. Kérdés, hogy ez hogy jó hozzáállni? Életmódváltással váltson mindenki életmódot körülöttünk? Állatok, hogy történt? Hát ha meg tudja oldani a család, akkor igen. De hát én azt gondolom, hogy vagy az működik, hogy a,
a nagyobb önfegyelmet gyakorol az, akinek valamilyen speciális életmódot kell élnie, és akkor úgy alakul a családnak a belső ritmusa, vagy az egész család átalakul, és akkor de most már annyiféle, rengeteg ilyen mindenféle szakácskönyv van, amiben majdnem ugyanazt teszik, mint hogyha az lenne, és aztán mégsem az. Tehát, hogy nem tudom, szójás brassói, meg nem tudom, tehát, hogy szinte brassói teszel, de mégsem hús van benne, tehát, hogy ilyen. És azt gondolom, hogy ezek a fajta, hát leginkább azt gondolom, hogy talán kreativitást igényel, meg persze valószínűleg a pénztárcát is igénybe veszi, de azt gondolom, hogy a kreativitást igény leginkább az, hogy olyan ételek kerülhessenek az asztalra, amit talán a család annyira nem érzékel, mert hogy nem biztos, hogy ez mindenkinek ugyanolyan vonzó lenne, hogyha neki is ilyen-olyan ételeket kell lennie. Ez hiszem szeretetnek egy jó nagy próbája tud lenni, hogy hogyan tud ebbe belemozdulni a család, hogy mennyire rugalmas ebben a történetben. Igen, mert szerintem tehát nagyon fontos az, hogy az életmódváltás ez nem egy csettintésre fog megtörténni, hanem ez egy folyamat, és hosszú folyamat is. Az addig kialakult szokásokat ebben a folyamatban át kell írni, ami sok ponton megdőlhet, de aztán, amikor ugye jönnek a sikerélmények, meg az, hogy az ember jobban érzi magát, akkor nyilván ugye az kibillenti ebből, és ugye jó kedvel csinálja, de tényleg a támogató hozzáállás az nagyon fontos, tehát legyen ez akár az, hogy egy-egy jó szóval támogatom azt, aki éppen ebben az életmódváltásban van, hogy mennyire erős vagy, látom, hogy kitartóan csinálod, és hogy érzed ebben az egészben magad, hogy hidd el, van eredménye, vagy tényleg azt, hogy én is megkóstolom azt, amit ő veszik, vagy valahogy bevonódom ebbe. Tehát, hogy nagyon, nagyon fontos szerintem ez a rész, hogy tényleg ez egy folyamat. Aztán nem is tudom, mit akartam mondani még, mert sok minden a kajálásról is, a kreativitásról is tényleg eszembe jutott. Vissza fogunk térni, ha eszembe jut. Jó. Mivel én csak azt akartam ide kapcsolni, hogy mivel folyamatról van szó, azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy annyiban legyünk türelmesek egymáshoz, uh-huh. hogy nem biztos, hogy mindenkinek elsőre megy ez a fajta változás, de az, hogy elindul valami, az már valami olyan élmény tud lenni, amiben közösen benne tud lenni mindenki, legalábbis azt gondolom. A legnagyobb kihívás talán a háziasszonynak, aki a konyhát kezeli, aki a bevásárlást végzi, és ki kell találnia. Nem egy családban, ugye most az ételallergiák világát éljük, nem egy családban van az a probléma, hogy az egyik gluténérzékeny, a másik laktózérzékeny, a harmadik cukros, vagy ilyen, vagy olyan gond van, és annyiféleképpen kell kialakítani az étkezést, és hát ugye a gyerekeknek megmondani, hogy figyelj, ő most azt teszi, de most vagy eszel te is ezt, vagy előtte ne egyél már csokoládét, mert szegénynek fáj a szíve. Nem egyszerű dolog, de a szeretet, itt is a szeretet, ugye, az segít. Mindenféleképpen a szeretet és az alapvető hozzáállás az, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért a családon belül. Tehát, hogyha a szeretet valódi, és az összefogás valódi, és az egymásra figyelés valódi, akkor az anyut nem fogjuk olyan helyzetbe hozni, többnyire ő az, aki a konyhát menedzseli, nem fogjuk olyan helyzetbe hozni, hogy 4-5 különböző féle kaját kelljen neki csinálnia. Szinkronban bár vannak anyukák, akik erre képesek. Én azt gondolom, hogy azt az időt, amit ő erre tölt, az pont a családjától veszi el. Tehát, hogy ez egy egészséges kompromisszum kell, hogy legyen annak érdekében, hogy mindenki meg tudja őrizni az egészséges szívét, agyát, lelkét, hitét, meg egyáltalán a szeretet tankja ne őrüljön ki. Mert hogyha ő kimerül és végkimerülés határán van, amikor már 6. fajta kaját főzi, és még nem értünk el az ebédig, akkor nem sok hasznát veszi egyébként a család annak, hogy van egy nagyon kimerült valaki. Tehát az nagyon fontos, hogy észszerűen gondoljuk végig. Ha alkalmasak vagyunk anyák arra, hogy önfeladjuk magunkat, és akkor a nagyanyaság oltárán olyan vállalásokat csinálunk, aminek semmi értelme nincs. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogyha egy egészségesebb életmódra kell váltani mondjuk egy ilyen helyzetben, pláne odafigyelve arra, hogy cukor, hogy szénhidrátbevitel, stb. Nincs az az ember, akinek ez árt. Tehát simán lehet azt a fajta étkezést bevinni a családba, azt a fajta kultúrát, hogy akkor mindenki odafigyel a táplálkozásra, és innentől kezdve tudatosabban fogunk étkezni. Én ezt azt gondolom, hogy teljesen természetesen lehet kezelni. Most az, hogy valaki vegán, nem vegán, eszik húst, nem tudom én, simán lehet rántani a gombát, meg simán lehet rántani a karajt, és egy csomó dolgot meg lehet csinálni. Ez tényleg már kreativitás kérdése, ahogy te mondtad,
nálunk, amikor az életmódváltás bekövetkezett, és nekem egy csomó élelmiszert így letöröltek az asztalról, mint fogyaszthatott, mert a számomra már nem étel, onnantól kezdve az nekem méreg, biztos, hogy nem fogom megenni. Nem volt belőle probléma, fogtam egy-két kosarat, nem tudom mennyit, belefért minden, amit én, mindent átnéztünk, az egész mindent, az összeset bepakoltuk, és elvittük egy családnak, ahol anyuka egyedül neveli a gyerekeit, és éppen jól jött, mert ők még ilyen, esznek ilyeneket, teljesen használható élelmiszerek voltak. És onnantól kezdve nincs a házban olyan, amit én nem ehetek. Tehát ez az alap. Például, ha jönnek a gyerekeim, ugye én gluten-free vagyok, tehát én gluténmentesen étkezem, ha jönnek a gyerekeim, ők imádják a csigatésztát. Ez ma már van, kölesből is. Uh-huh. De ezelőtt 2 évvel nem volt még. És akkor mit tudtam csinálni? Volt egy kis lábos, amiben megcsináltam nekik a csigatésztát, és akkor utána azt elmostam, vagy 3-szor, meg még a mosogatógéppel is kifőztem, meg nem tudom, így csináltam, és akkor utána visszatettem a többi közé, és használhattam. Tehát, hogy erre oda kell figyelni, ha tényleg olyan szintű az embernek a gondja, hogy erre oda kell figyelni. De még egyszer mondom, én ezt sokkal inkább látom egy kicsit ilyen túl nagy körítést kölé rakva egy ilyen túl hype-olt dolognak, mint annak, hogy észszerűen és rugalmasan oldjuk meg ezt a helyzetet. Most változott a műsor, mostantól erre felé kell menni, akkor ezt így fogjuk csinálni. Hogyha ebben mindenki beleteszi a maga részét, mert fontos, hogy mindenki jól érezze magát, akkor egymásra odafigyelve fogjuk tudni a szeretetben ezt megtartani. És ez nagyon fontos, hogy a kicsi gyerek is megért, hogy azért teszünk így, mert mostantól ez így egészséges. Ide nagyon gyorsan átállna. Egy biztos, hogy jól át kell gondolni, meg kell tervezni, és meg kell csinálni, érdemes. Véget ért a műsorunk, ami tulajdonképpen Gábor atyából indult ki, és még egyszer nagyon örülök, hogy jól vagy, és itt vagy velünk, és vigyázz magadra. Én megígérem, hogy itt nem kell olyat tenned, amit nem ehetsz. Nagyon kedves vagy, és köszönöm, hogy figyelsz rám így is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Koszi Janka, Fekete Cseri Zsuzsanna és Tolnyai Gábor atya, és nagyon szépen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!